fejlesztési források. Idén már 34 milliárd forintnyi TOP plusz támogatás érkezett a megyébe. Útkorszerűsítés. Megújult Hajdúhatház egyik fő útszakasza. A parkolóhelyeket is bővítették. Öko Expo. A fenntarthatóság és az önellátás jegyében rendeztek szakkiállítást Hajdúnánáson. Köszöntöm Önöket, ez a Megyei Tükör, a Debrecen Televízió Hajdú-Bihar megyei témákkal foglalkozó magazinműsora. Sikeresen pályáztak a megye városai, falvai az úgynevezett TOP plusz forrásaira. A napokban 54 hajdú-bihari település képviselője vehette át a támogatásokról szóló oklevelet a megyeházán. A mostani forrásokkal együtt idén már több mint 34 milliárd forint TOP plusz támogatás érkezett a megyébe. Főként infrastruktúra fejlesztésre, valamint okos és zöld megoldások alkalmazására igényeltek pénzt a hajdú-bihari települések. Tavaly ősszel adták át Vámospércsen a Hajdú látogatóközpontot. A fejlesztéshez az Európai Unió terület és település fejlesztési operatív programja 122 millió forintos támogatást biztosított. A legkisebb hajdúvárosban így már interaktív kiállítás segíti a történelmi Hajdú öntudat megismerését. A legfontosabb funkciója az, hogy az ismereteket átadja, és ennek nem az egyedüli módja az, hogy eredeti műtárgyak legyenek egy ilyen létesítményben. Ugyanakkor ez egy muzeális látogatóközpont, tehát a múzeum szakma eszközeivel, technikáival adja át ezeket az ismereteket. A fejlesztések tovább folytatódnak. Vámospércs ezúttal csaknem 300 millió forintot nyert tájházbővítésre, illetve a városi rendezvények lebonyolítását segítő úgynevezett felvonulási tér kialakítására. Az erről szóló oklevelet Ménes Andrea polgármester vette át. A jóléti parkot szeretnénk fejleszteni, egy szabadtéri színpadot szeretnénk építeni, megspórolva azt a költséget, ami évről évre terheli az önkormányzatot, hiszen a nagy rendezvényeinkhez kell színpadot bérelni. A rendezvényen 54 település képviselője több mint 13 milliárd forintnyi támogatásról szóló tanúsítványt vehetett át. Köztük volt Sárán polgármestere is. Dézsi András települése csaknem 240 millió forint forráshoz jutott. Ennek a pénznek a nagy része belvízelvezetés és csapadékvízelvezetésre szolgál, tehát meg szeretnénk oldani egy több évtizedes problémát a településen, és ehhez kötötten kivezetnénk egy, a helyiek úgy ismerik, hogy Sárgödör, egy víztározó, és ott pedig egy tanúsvényt alakítanánk ki a nyilván hozzánk látogatóknak, hiszen ott megy a kerékpárút, illetve nem mellékesen ehhez kapcsolódva egy bringapályát szeretnénk megépíteni, egy pump track pályát, ahogy mostanában hívják, azt hiszem Szoboszlón van ilyen. Itt legközelebb mi innovatívak vagyunk, egyébként az informatika területén is okospadokat, térfigyelő kamera rendszer bővítést is tervezünk, és szeretnénk megvalósítani a közeljövőben. A TOP plusz forrásokat jellemzően csapadékvízelvezető rendszerek kiépítésére, közösségi épületek, terek kialakítására, illetve zöld és okos megoldások megvalósítására használhatják a nyertesek, de nem csak erre. Nagyon sok lehetőség van kulturális sportinfrastruktúra kiépítésére, akár kerékpárutaknak az építésére. Kisebb részben most több mint 1 milliárd forint értékben energetikai pályázatokat is fogunk támogatni, hiszen már korábban több mint 5 milliárd forintot kaptak erre a települések. Pajna Zoltán hozzátette, jelenleg még nincs aláírva Magyarország és az Európai Bizottság között a partnerségi megállapodás, de a magyar kormány az idei költségvetésében összesen 400 milliárd forintnyi forrás kifizetését biztosítja. 2022-ben egyébként a mostani 13 milliárd forinttal együtt már több mint 34 milliárdnyi TOP plusz támogatás érkezett Hajdú-Biharba. Komfortosabb és biztonságosabb lett Hajdúhatház egyik legforgalmasabb útszakasza, ami a 4-es főutat köti össze a vasútállomással. A 324 millió forintos beruházást az önkormányzat saját forrásból finanszírozta, 46 parkoló kialakításával együtt. A tervek szerint a mellékutcákat is felújítják a következő időszakban. Óvodások avatták fel Hajdúhatház legújabb útszakaszát, de lovasszekérrel is lehetett utazni az ünnepségen. Az Arany János és a Rákóczi utcák új burkolatot kaptak. A 4-es főutat és a vasútállomást köti össze ez az útvonal, ami a 13 000 lelkes település legforgalmasabb része.
A hajdúhatháziak negyede ezen az úton éri el a főutat. Ez az út, emlékezetem a utat, régen, 30 évvel ezelőtt zúzott kőbe volt felszórva. És azóta épült újra most. Hát ez hatalmas nagy segítség a hajdúhatházi lakosoknak, akár a fuvarosoknak, akár a termelőknek. Az útátadó ünnepségen Tasi Sándor, a Hajdú-Bihar megyei közgyűlés alelnöke elmondta, hogy az utóbbi időben jelentős mértékű forrást fordítottak a térség úthálózat fejlesztésére. Hajdúhatházon most egy 1,6 kilométeres útszakasz kapott új burkolatot. 2014-ben tudtuk azt elérni, 4 év után, hogy városi tulajdonba kerüljön, akkor kezdtük el utána az előkészítő munkát, a felújításot, a források keresését, és az igazság, hogy napjainkra most jutottunk el odáig, hogy örülhetünk a megújult útnak, ami sokkal szénesebb lett, teljesen új aszfaltréteg van, útszegélyeket építettünk, ahol a vízelvezetés indokolta, 46 parkoló épült az út mellett, az a vasútállomásnál, a sportpályánál és a katolikus templomnál. A 324 millió forintos beruházást az önkormányzat saját forrásból finanszírozta. Hajdúhatház polgármestere elmondta, tavaly átfogó útfelújítási programot dolgoztak ki, ami több milliárd forint értékű fejlesztést jelent. Itt mi 2010-ben azzal szembesültünk, hogy túl jól nem áll a település a szilárd burkolatú utakkal, az út az arányokon sikerült változtatni, de rengeteg még a tennivaló. És ennek a programnak a keretében először a főbb utakat akartuk felújítani, nyilván gyűjtő utakat, ami sok utca forgalmát összegyűjti. Ezek talán a legfontosabbak, hiszen ezt használják a legtöbben. Ezzel most azt mondhatjuk, hogy a tavalyi és ez évi felújításokkal azt mondhatjuk, hogy a főútjaink rendben vannak. A következő időszakban további mellékutcák kapnak szilárd burkolatot. A kerékpárút hálózatot is felújítják, mivel sokan biciklivel járnak a környező településekre, vagy akár Debrecenbe a munkahelyükre. Mindig örülünk annak, hogyha gyarapodik a település lélekszáma, de amikor mondjuk a megye székhelyű költöznek ki, azzal a feltett szándékkal, hogy itt olcsóbb telekhez jutnak és mindent megkaptak, ami Debrecenben van, annak nehéz megfelelni. De természetesen a polgármestereknek óriási kihívás, hogy az infrastruktúrát olyan szintre emeljék, amilyen az elvárás a kiérkezők szempontjából, meg alapvetően azokat a helyeket biztosítsák, ahol lehet építkezni. Tehát nagy kihívás, de nagyon édes kihívás egyébként, mert ez erősíti a település megtartó erejét. Az országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, haladunk az úton, amelynek végén a remények szerint a térség olyan versenyképes lesz, mint Közép- és Nyugat-Magyarország legfejlettebb régiói. Új játszóteret adtak át Bagamérban. A nagyközségben már nagyon várták az új játékokat, mert sok hátrányos helyzetű gyermek számára ez jelenti szinte az egyetlen kikapcsolódási lehetőséget. Igazi közösségi teret szeretnének kialakítani a játszóparkban, ahol hamarosan kondipark és futópálya is lesz. Csak a csúszdán mosolygott a napocska Bagamér új játszóterén. Az átadó ünnepségen az esős idő miatt a gyerekek nem tudták kipróbálni az új játékokat. A 2600 fős településen sok hátrányos helyzetű család él, ezért nagy szükség volt erre a parkra. A településen nagyon sok gyerek él, nagyon sok hátrányos helyzetű család van, gyerekek is lényegében ilyen családokban nőnek fel, akik most találkoztak először is ilyen játékokkal. Korábban csak képeken vagy tévében esetleg szembesültek azzal, hogy ilyen dolgok is vannak a nagyvilágban, és most azt mondom, hogy nagy örömömre tényleg nagyon sok gyerek vesz igénybe a játszóteret, szülőkkel együtt szinte még a szülők is kipróbálják ezeket a játékokat, mert az ők gyerekkorukban sem találkoztak ilyen játékokkal. A beruházás 16,2 millió forintba került, amihez csak nem 15 millió forint támogatást használtak fel, a Délnyírség Erdős Puszták Líder Egyesület pályázatának köszönhetően. A tereprendezést a Bagaméri önkormányzat vállalta, valamint önerőből padokat és térfigyelő kamerákat is kihelyeztek. A fejlesztés részeként napelemeket is telepítettek. A nagyközségben az egészségház melletti területen alakították ki a játszóteret, ahol hamarosan felnőtt kondipark és rekordtán futópályát is építenek. Tasó László országgyűlési képviselő szerint egy ilyen szabadidős parkra nagy szüksége van Bagamérnak. A megtartó ereje egy településnek alapvetően attól is függ, hogy milyen környezetben laknak, élnek, milyen színvonalú a közszolgáltatás, mi az elérhető szolgáltatás egyáltalán, és az is, hogy milyen a szabadidős lehetősége egy településnek. És itt a gyerekekre, felnőttekre egyaránt gondolunk, tehát a vidékfejlesztési forrásokra azért is szükség van, mert a gazdaság fejlesztésén túl
arra is nagy igény van, hogy komfortos körülmények között éljenek az emberek itt vidéken és Bagamér nagyközségben is. A bagamériak remélik, hogy minél előbb elkészül a rekordtán futópálya, amelynek már megvannak a tervei. Harmadik alkalommal rendezték meg az Öko Expót Hajdúnánáson. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az idei rendezvényen szeptember 9-ét az önellátás napjává nyilvánította. Ezzel az élelmiszerek rövid ellátási láncainak a fontosságára szeretnék felhívni a figyelmet. A Debreceni Egyetem szintén a nánási expón jelentette be egy ökológiai tudásközpont létrehozását. A hajdunánási Kenderes kertben egy romos apaállat nevelőtelep helyén hozott létre virágzó ökológiai gazdaságot az önkormányzat. Jut innen friss zöldség és hús a közétkeztetésbe, és a városban élők a piacon is vásárolhatnak az egészséges és vegyszermentes termékekből. Ez az egyik olyan példa az országban, ami alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara úgy döntött, meghirdetik az önellátás napját. A hajdunánási Öko Expón jelentették be, hogy mostantól minden évben szeptember 9-én kiemelt figyelmet kapnak a helyben előállított élelmiszerek. Az önellátás, az öngondoskodás az egy nagyon fontos elem az életünkben, és erre most jól rámutatott az, hogy a Covid esetében és most itt az energiaválság esetében is ezek a hosszú ellátási láncok rendkívül sérülékenyé tettek bennünket, és olyan dolgok történnek ma velünk Európában, amiről nem gondoltuk volna, hogy megtörténhet. Üres polcokat lehet látni, és az élelmiszerbiztonság, amire azt gondoltuk, hogy ezt majd megoldják helyettünk, úgy tűnik, hogy ez most reális kockázattá válik, hogy bizonyos termékek, akár kulcs termékek is vagy nem elérhetőek, vagy csak korlátozottan elérhetőek. Éppen ezért a helyi gazdaságok, vagy akár az otthon megtermelt élelmiszerek kerülnek az önellátás napja középpontjába. Ez egy olyan tudás, amelynek 100 éve még sokan birtokában voltak. Milyen fontos lenne az, hogy visszaszerezzük azokat a képességeinket, hogy minél rövidebb távolságon belül meg tudjuk oldani az élelmiszerbiztonságot, mármint az élelmiszer ellátás biztonságát. És tulajdonképpen ennek a napnak ez a kulcs mondata. A hosszú ellátási láncban ráadásul érkezhetnek olyan élelmiszerek is, amelyek az egészségre káros anyagokat tartalmaznak, például hormonkezelést kapott állatok húsa, vagy vegyszerhasználattal termelt, illetve tartósított zöldség, gyümölcs. Az Öko Expón elhangzott, hogy egyre többen ismerik fel ennek veszélyeit, ezért a Debreceni Egyetem ökológiai gazdaságok erősítését szolgáló tudásközpontot hoz létre. Az ökonómiától, a biológiától, a kémiától, az informatikán át minden, ami az egyetemen megvan, ezeket tulajdonképpen újra gondolva egy ilyen rendszerbe fűzve, talán a fogyasztó közönség az érdeklődők számára egyszerűbben, érthetőbben fogjuk megmutatni. Nem csak az ökológiai gazdálkodás az, ami fontos, hanem maga a szemlélet, illetve az a fajta hozzáállás a természethez, amely most már tudásunk növekedésével egyre nyilvánvalóbbá válik. Sokkal több mindent tudunk már a biológiai folyamatokról, a mikrobiológiáról, a biokémiáról, a sejtszintű folyamatokról, amelyeket tudunk a gazdáknak a rendelkezésére bocsájtani. Az ökológiai gazdálkodás korábban egyfajta felfogás, egyfajta szemlélet volt, most meg egy szükségszerűség is. Folyamatosan nő azok köre, akik vegyszermentesen és egészségesen szeretnének termelni. Jelenleg Magyarországon több mint 300 000 hektáron már minősített és ellenőrzött ökológiai gazdálkodás folyik. Hajdúszoboszlón meghaladta a 500 000-t a vendégészakák száma az elmúlt időszakban. Az energetikai korszerűsítéseknek köszönhetően a növekvő energiaárak mellett is változatlanul működik a Hungaroszfa fürdőkomplexuma. A város nemrég ünnepelte a lovashajdúk Szoboszlóra telepedésének évfordulóját a hajdú hagyományok jegyében. A hajdúszoboszlói fürdő több 10 000 embert vonz nyaranta. Idén sem volt ez másképp. A városban eltöltött vendégészakák száma az elmúlt időszakban országosan kimagasló volt. A strandfürdő a szokásos nyitvatartásnak megfelelően szeptember 30-áig fogadja a vendégeket. A gyógyfürdő és az akvapalasz fedett élményfürdő pedig egész szépen üzemel. A megemelkedett rezsijárak ezt a létesítményt is érintik. De az elmúlt évek energetikai fejlesztéseinek köszönhetően költséghatékonyabban lehet működtetni. Például a gázmotoros erőmű, amely saját ellátást biztosít a fürdőnek, az kiválóan alkalmas arra, hogy például hőenergiát, elektromos energiát ne gázzal kelljen felfűteni, hanem a saját erőműben a kitermelt gyógyvíz kísérő gázaként megjelenő metángázt
dolgozzuk fel ebben az erőműben. A Lovas Hajduk Szoboszlóra telepedésének 416. évfordulóját ünnepelték nemrég a településen. Ebből az alkalomból ünnepi testületi ülést is tartottak kitüntetések átadásával. Bozóki Dénes, a helyi közélet aktív szereplője, a város díszpolgára lett. Hihetetlen büszkeséget. 48 év munkájának az elismerését. Egy olyan büszkeséget, ahol azzal is tisztában vagyok, hogy ezzel nincs vége a tevékenységemnek. Csak egy állomás, és megpróbálom továbbra is úgy irányítani a dolgaimat, hogy a város hasznára legyen. Az ünnepségen Rév településsel testvérvárosi megállapodást írtak alá. Finomabbnál finomabb ételek főttek a bográcsokban a hajdúszoboszlói örömfőzésen. Főként slambuc és birka pörkölt készült. Hogy mi a jó bográcsos titka, azt maguk a résztvevők árulták el. Szívünket, lelkünket beleadjuk, a megfelelő fűszerezés és a szeretet. Több mint 2000-en csatlakoztak az örömfőzéshez. Szeretünk itt lenni, a társaság, én szerintem nem. Meg a műsor, meg a hagyomány, nem? Mert ilyet nem nagyon lehet látni, lehet. Mert valamikor még a kezdetben egy pár, voltunk 300-on is itt. A gasztronómiai programot már 23. alkalommal szervezték meg Hajdúszoboszlón. Szeptember eleje az nagyjából ugye a nyári szezon végét jelenti a hajdúszoboszlóiak számára, azok számára, akik végig dolgozták az egész nyarat, és hát igazából ez a nap egy ilyen kötetlen kikapcsolódást tud nyújtani számukra. Fürdő dolgozói például nagy számban vannak jelen, vendéglátósok és hát különböző cégek, akik sok-sok turistát szolgáltak ki az egész nyár folyamán. Tehát azt mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy nem versenyről van szó, tehát itt a főzők nem versenyeznek egymással, lehet őre is mennének amúgy, hogyha zsűrizés lenne. Mindenki kötetlenül itt van, és jól érzi magát. A színpadon többek között a Hajdú Néptánc Együttes produkcióját is megtekinthette a közönség. A programot közösen szervezte a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár és a megyei önkormányzat. A rendezvényen nagy szerepet kapott a hajdú hagyományok bemutatása. Egy kicsit az a hagyományos falunapnak a feelingjét szeretnék átvinni egy olyan irányba, hogy tiszteljük a hagyományunkat, nézzük meg, hogy kik azok, akik most is még bemutatják. A nap folyamán sorra mutatkoztak be a helyi csoportok. Könnyűzenei koncertek is színesítették a programsorozatot. A legkisebbek pedig népi mesterségeket is kipróbálhattak a hajdúszoboszlói városnapi rendezvényen. Hajdú Sámsonban is a gasztronómiájé volt a főszerep szeptember első hétvégéjén. Ízek fesztiváljával egybekötött városnapi rendezvénysorozatot tartottak a településen. Díjakkal ismerték el a város kiválóságait, valamint számos zenei és hagyományőrző programmal várták az érdeklődőket. Ezzel a produkcióval köszöntötte a helyieket Hajdú Sámson testvérvárosa Csíkszentdomokos. Az ünnepi képviselőtestületi ülésen a városi díjakat is átadták 7 kategóriában. A közbiztonsági díjat Barta Éva kapta, aki a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület koordinátora. Nagyon meglepett, mert mindenki tudta, csak én nem. Hát nagyon örülök neki. Már most lassan 14 éve dolgozó, illetve teszem ezt a önkéntes tevékenységet, a koordinátorságot. Jól esik, a munkámat elismerik. Olyanok kaptak kitüntetést, akik sokat tettek a közösségért és a közjóért Hajdú Sámsonban. Az ünnepség kapcsolódott a 2 napon át tartó városnapi programsorozathoz. Most elsőként lesz 2 napos a rendezvényünk. Látjuk, hogy óriási az érdeklődés, azért az elmúlt 2 évben pandémia miatt nem tudtuk megrendezni ezeket a rendezvényeket. Ez is közrejátszik abban, hogy most egy kicsit úgy azt látjuk, hogy jobban ki van éhezve mindenki erre a városnapi rendezvényre, úgyhogy nagyon vártuk már. Az ünnepségen Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke egy összetartozást szimbolizáló puzzle-t adományozott a városnak. Ha megnézzük a rendszerváltozás után, Hajdú Sámson városa lakossága nőtt a legnagyobb mértékben Hajdú-Bihar megyében. Ugye ez különböző igényeket is gerjeszt. Egyrészt követni kell a városvezetésének ennek az infrastruktúrának a fejlesztését. Láthatjuk azt, hogy olyan oktatási intézmények vannak, amelyek a megye egyik legnagyobb intézménye lettek. De a legfontosabb, hogy azok az emberek hogy érzik magukat, akik
vagy itt laktak, vagy ide költöztek. És ebből a szempontból fontos olyan közösséget alkotnak, akik egymást segítve generálják, viszik előre a lendületükkel az új betelepülők, a régieket, az újakkal is inspirálják arra, hogy miért jó éppen Hajdúsámsonban lakni. A közösségépítés szempontjából fontos szerepet játszó rendezvénysorozat második napján a Hajdúsámson és Debrecen közötti egyre szorosabb kapcsolatról mondta el gondolatait Barcsa Lajos alpolgármester. Talán már azt lehet mondani, hogy Hajdúsámson egy jelentős számú lakossága már félig debreceni is, hiszen nagyon sok szolgáltatást, oktatási intézményrendszerünknek a szolgáltatásait, intézményeinknek a szolgáltatásait használják, vagy akár munkahelyek céljából keresik fel Debrecen városát a hajdúsámsoniak. Tasú László országgyűlési képviselő hangsúlyozta. Egy település megtartó erejét nagyban befolyásolja az, hogy vannak-e ott például különféle szolgáltatások és szabadidős rendezvények. A Hajdúsámsonnak is fontos, hogy van egy ízek fesztiválja, van egy városnapi rendezvény, és ez pont beilleszkedik abba a programfüzetbe és könyvbe, amely a vászlókerületben ki van hirdetve. Tudjuk egymásról, ki mit csinál és mikor, és így a szomszédok átjárnak egymáshoz. Tehát a szomszédoknak is jó, meg a helyieknek is jó, ezért rendkívül fontos legyenek ilyen rendezvények. Kicsik és nagyok egyaránt megtalálták a korosztályuknak megfelelő programot a kétnapos hajdúsámsoni rendezvényen. A megyei tükörödását látták. Új műsorral és újabb érdekességekkel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk majd. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!